Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Egyelőre vihar előtti csend hónul a maros politikai porondon. Hivatalosan csak Péter Ferenc, a Maros-megyei tanács újrázni készülő elnöke jelentkezett be a választási küzdelembe, amely az előzetes várakozások szerint hát igen kemény lesz. Fejlődés otthonunkban ez a választási mottoja Péter Ferencnek, de vajon akadályozza valami ezt a fejlődést? A politikus, román-magyar közös együttműködést, szorgalmaz, miközben a megye liberális párti prefektusa ma ismét hadat üzent a magyaroknak, a gondolkodás módjában inkább nemzeti, mint sem liberális. Csiprián Dobré egy mandátumot volt már megyelnök, most azonban úgy tűnik, hogy a megyeközpont vezetését szerezné meg a pártja számára, és a megyét tehát idézőjelben átengedni a szociáldemokratáknak, ha azok támogatnák a terveit. Ez azonban egyelőre még a szóbeszéd regisztere, ma este a következő négy év prioritásairól lesz szó, és arról, hogy miért tartja Péter Ferenc azt, hogy ez a választás, ami június 9-én lesz, Tíz évre meghatározza a sorsunkat. Maros-megye tanácsának az elnöke a vendégem. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadtam a -e kíváncsainkat. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek. Téma felvezetőnként nézzünk meg egy rövid összefoglalót arról, amiről ön beszélt múlt szerdán, és akkor kezdjük a beszélgetésünket. Most újabb feladatra vállalkozom, és újabb mandátumért indulok a Maros-megyei Tanács elnöki tisztségéért. Újabb mandátumra pályázik Péter Ferenc Maros megye tanácselnökeként. Szerdán a Kultúrpalotában a Történelmi Egyházak képviselői, intézményvezetők és politikusok jelenlétében tette a bejelentést. Úgy fogalmazott: A mostani választás tíz évre meghatározza a sorsunkat, arról szól, hogy tudunk-e közös jövőt építeni itt Maros megyében. Úgy gondolom, hogy az elmúlt nyolc évben sikerült bebizonyítani, hogy nekünk Maros megy az első. Gondolom, hogy látható eredmények vannak és úgy érzem, hogy folytatni kell ezt a munkát. Nagyon fontos számunkra, hogy Maros megyébe megőrizzük az egységet, megőrizzük a békét, és folytassuk a munkát, mert azt hiszem, hogy Maros megye megérdemli, hogy próbáljunk minél többet fejleszteni. Nos, elnök úr, a legutóbbi beszélgetésünkkor február elején én azt sugaltam, hogy egyre hangosabban suttogják azt, hogy a Maros megyei RMDSZ elnöki tisztségéből való lemondásával elszálltak a megye elnöki jelölti esélyek is. Nem ez történt. Szerdán bejelentette ön, hogy újrázni fog politikus társai polgármesterek jelenlétében újrázni szeretne ön, bejelentette, egyelőre nincs kihívója, és ez is meglepetés, hogy a román pártok részéről még senki nem jelentkezett be a megye elnöki tisztségre. Mire számít ön? Mert hogy verseny lesz, az biztos. Tehát, hogy verseny lesz, az biztos. Két lehetőséget kell, hogy megbeszéljünk, azt hiszem ma este. Az egyik az, hogy mi lesz, hogyha összefognak, mi lesz, hogyha nem fognak össze? Hát ha nem fognak össze, talán az, az a legjobb. Hát az a legjobb, mert nagyobb az esélyek, de véleményem szerint akkor sem szabad megijedjünk, hogyha ne talán összefognának. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt nyolc évben bebizonyítottuk, hogy mire vagyunk képesek, és úgy érzem, hogy ebben a pillanatban bárki, bármelyik oldalon legyen, Inkább a tapasztalatra teszi le a voksát, mint egy olyan emberre bízza a megye sorsát, aki eddig esetleg nem volt, vagy nem bizonyított a megye élén? Csak az a kérdés, hogy leteszi-e a voksát? Tehát, hogy sikerül-e sikerül -e elvinni a választókat az urnákhoz? Mert hogy akkor tud nyerni Péter Ferenc, ha... Előtte, hogyha a voksónak is nemcsak elmondják, hát igen, jól végezte a dolgát. Igen, a, a feladat az valóban úgy van, én mindig azt mondom, hogy számunkra az a fontos, hogy mi el tudjuk vinni a mi szavazóbázisunkat, és ugyanakkor pedig az is fontos, hogy minél több szavazót megszerezzünk a másik oldalról, tehát a jelenlegi akár liberális vagy szociáldemokrata szavazókat tudjuk megszerezni a magunk pártjára. Itt nem bízom abban, hogy egy szélsőséges román pártnak a szavazóit sikerül meggyőzni, hogy ránk szavazzanak, de én legalábbis az ezelőtt négy éves tapasztalat alapján úgy gondolom, amikor közel tízezer szavazattal kaptam többet, mint az RMDS lista, hogy akkor is többen, tehát több ezer román szavazó szavazott rám, hogy most is meg lehet ezt nyerni, ezt a választást. Nagyon komoly munkával, hozzáállással, és ugyanakkor a tiszta beszéddel, a tervekkel, azokat, amiket bemutatunk, hogy hogyan szeretnénk folytatni a munkát. Én úgy gondolom, akkor is van esély. Hogyha megoszlanak a szavazatok, természetesen sokkal nagyobb esély van, mert azért ne felejtsük el, hogy 32 ban vagyunk pillanatnyilag. Maros megyében, tehát a fennmaradt 67-68 százalékot az legalább jó lenne három fele szétosztani ahhoz, hogy a reális esély meglegyen. Én várom ezt a bejelentést, én gondolom, hogy most már így is, úgy is, maximum egy 7-10 napon belül muszáj, hogy megjelenjenek az ellenjelöltek is. Mind a mert Bukarestben most a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt csúcsvezetőséget tárgyalt, ma 11 órakor kezdődött a tárgyalás, és több város illetve megye vezetéséről is megegyeztek, hogy hogyan fogják elosztani egymás között a, a tisztségeket, hol kinek lesz csúcsjelöltje, de hogy Marosvásárhely, Maros megye, Szatmár, németi Szatmár megye, az még úgy nem. Én amit láttam, olyan helyen egyeztek meg, ahol pillanatnyilag a megye központokat és polgármesterek vezetik, főleg azokban, itt Temes megye, Brassó megye, Fehér megye, tehát azokban a megyékbe egyeztek meg. Én remélem, hogy arra felhívására a prefektusnak, hogy fogjunk össze a magyarok ellen, ennek nem lesz itt táptalaj a Maros-megyében, én bízom még a józan észben, hogy azok az emberek, akik velünk együtt dolgoztak, és látták, hogy egyensúlyt, békét teremtettünk itt a megyében, látták azt a stabilitást, amit sikerült az elmúlt nyolc évben megteremteni, nem fogják hagyni, hogy csak azért legyen összefogás, hogy pillanatnyilag az RMDS jelöltjét legyőzzék, hanem ha összefogás lesz, az emberek érdekében lesz, és nem a párt érdekek szolgálatában lesz ez az összefogás. És akkor, hogyha megvan ez a párbeszéd Bukarestben is, és megvan Maros megyeibe is a politikai szereplők között, én úgy gondolom, hogy van esélyünk arra, hogy egy tisztességes választási kampányban, egy tisztességes választási harcban tudjunk győzni. Nézzük a holnapi napot. Holnap rangsorolja a területi képviselők tanácsa a megyei tanácselnöki jelölteket, az önkormányzati jelölteket. Önnek megyei tanácselnök jelöltként most, hogy nem Maros megyei RMDS szervezet elnök, mekkora beleszólása van abba, hogy milyen csapattal dolgozom, mert végeredményben önnek kell, ha megnyeri a választásokat, ezzel a csapattal dolgozni. Hát ugyanakkor a beleszólásom van, mint a többieknek, mert ugyebár itt nem az RMDS elnök döntött eddig se, amíg én voltam az RMDS elnök, hát minden a, a Így van, tehát a, a testületek döntöttek, a területi állandó tanács és a területi képviselők tanácsa erősíti meg, tehát véleményem szerint ugyanaz, ugyanúgy a csapatmunka és a csapatszellem lesz az, ami meghatározza majd ezt a listát és a prioritásokat. Én úgy gondolom, hogy figyelembe kell itt venni azokat a régiókat és azokat a szervezeteket, ahonnan nagyon sok szavazat jön. Elsősorban úgy, mint például a Marosvásárhely, vagy itt lehet beszélni olyan területi területekről, olyan kerületekről, ahonnan nagyon sok szavazat jön be, és meg kell próbálni azt, hogy ezzel a listával képviseltetni az egész megyét, tehát alsó maros mente és felső maros mente is, a szorványvidék, a, a tömvidék, Marosvásárhely egyformán képviselve legyen, mert számunkra az a fontos, hogy mindenki úgy érezze, hogy jelen van ezen a listán, és ugyanakkor lássa, hogyha ha ott van a jelöltje, minél könnyebb legyen a mozgósítás, hogy mindenkit el tudjunk vinni szavazni. Apropó, mindenki érezze, hogy képviselve van ezen a listán. Az előzetes listára, tehát amit rangsorolni fognak, egy nő fért fel. Abban a megyében fért fel egy nő a megyei, tanács, megyei önkormányzat tanácsosi listájára, amely adja az LMDS nőszervezetének szervezetének az ügyvezető elnökét. Mégis csak egy nő van. Elég egy nő? Most, hogyha egy nő adta le a, a, a jelenkezését, hát akkor nem, az, nem az, lehetett többet. Nem hogy a férfiak kizárdják őket, nem, 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 nem jelentkeznek nem nem, annak. Nem, 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 tehát egy nő adta le a jelenkezését, és természetesen rangsoroltuk, vagyis rangsoroljuk őt is, és mindig, tehát amit nagyon fontos megjegyezni, hogy a nőszervezetnek és az ifjúsági szervezetnek fenntartott helyeik vannak az alapszabályzat szerint, és egész biztos, hogy az elsők között lesz a nőszervezet jelöltje a Tövő annak, is. hogy a nők nem, nem jönnek és nem, hát nem akarnak Hát szerintem tőlük kell megkérdezni, állani. mert nekem nagyon nehéz. Fészfiak részéről megvan a nyitottság? <laughs> megvan a nyitottság. Megvan a nyitottság, tehát soha nem volt Nekem ilyen gondom, én nagyon jól tudok dolgozni, tehát hogyha ha arra gondolok, hogy a hivatalba is, akár a kabinetbe, vagy a, a kollégák közt a közel 160 alkalmazottból olyan 120 nő, tehát azt mondhatom, hogy nagyon jól tudok együtt dolgozni a hölgyekkel, és sose volt ilyen gondom, hogy ezek hölgyek vagy, vagy férfiak, mindig jól tudtam dolgozni velük. Fejlődjön otthonunk, ez a választási mottoja önnek. Akadályozza valami a fejlődést, vagy akadályozta az elmúlt négy évben, vagy nyolc évben valami a fejlődést? Igen, elsősorban az akadályozott, hogy kihagytak a kormányból, mint szervezet. Ugye az RMD ezt kifelejtették másfél évvel ezelőtt a kormányból. Az nagyon akadályozott, mert azt láttam, hogy a, a Fejlesztési tervek egyből lelassultak, egyből ott maradtak a fiókokba, elfelejtettük elővenni őket, a szerződéseket aláírni. Tehát nagyon zavart minket, amikor több éves munkánk ott állt hónapokig, vagy akár egy évig valakinek az asztalán, és különböző okokra hivatkozva megfelelkeztek, hogy aláírják, vagy megfelelkeztek, hogy elindítsák azokat a fejlesztéseket. Ilyen gondjaink vannak, meg vannak olyan gondjaink is, természetes, hogy nem egyformá mérik a mércét Bukaresben, tehát látjuk azt, hogy bizonyos régiók hihetetlen sok pénzt kapnak különböző költségvetésekből, itt például az útügyi alapból, ahol az országos útügyi igazgatóság fejlesztései vannak, és más, más régiók pedig jóval kevesebbet. Ez, hogyha zavaró Maros-megye szempontjából, nem mondhatom azt, hogy kevés olyan város van, hogy a városig bejön az autópálya. Marosvásárhely az egyike azoknak, hogy valóban majdnem a városközpont közeléhez beérkezik az autópálya, de ettől függetlenül mindig egy bosszantó dolog, hogy például a terelőutakat nem építették meg, bármilyen nyomást gyakoroltunk rá, és próbáltuk ezt e, e, személyesen is, meg a szervezeten keresztül is, e, miniszterelnök helyettesen, minisztereiken keresztül, de nem sikerült, hogy, hogy beinduljon. Ugyanúgy a másik e, kere, terelőutat pedig elkezdtünk egy megvalósíthatósági tanulmányt, és letettük, hogy finanszírozás alá kerüljön, nem tették fel a prioritási listára a nagyfejlesztési tervek közé, tehát ilyenkor bosszant az, hogy nem vagyunk ott, nem tudunk kellő erőt felmutatni, és ugyanakkor pedig itt van a liberális párt meg a szociáldemokrata párt, nem törték egyáltalán össze magukat, hogy segítsenek a minisztereik által, vagy a, vagy pedig az államtitkáraik által, hogy ezeket a, a terveket előre mozdítsák, előre vigyék. Az a furcsa ebben, hogy ha, ha van egy ilyen törekvés, hogy tudatosan gáncsoljuk egy régiónak a egy, egy megyének esetünkben Maros megyének a, a, felzárkóztatási folyamatát, vagy felzárkózási folyamatát, a fejlesztését, akkor azzal nem a magyaroknak ártunk el, mítettem, hogy itt az imént 32 34 százalék, tehát még mindig többen vannak a románok. Tehát, hogy ezt nem értem ebben a történetben. Én sem értem, ez számomra is egy, egy megválaszolatlan kérdés maradt, még sok ideig, hogy csak azért, hogy ne legyen a megye elnökének, vagy a várospolgármesterének, vagy valamelyik vezetőnek ne legyen eredménye, inkább ott tartjuk a, a bizonyos szerződést hónapokig, vagy évekig egy, egy fiókba. Nem tudtam megérteni ezt soha, mire megy ki, mert úgy, ahogy a, a magyarok szenvednek, ugyanúgy a románok is szenvednek ezáltal ebben a megyében. Csak amit említettem az előbb is, mindig számomra személyesen, de úgy a, a megyei RMDSZ, meg az országos RMDSZ számára a közösség volt a fontos. A bukaresti politizálási stílusban pedig látjuk, hogy mi a fontos, a pártérdekek, a személyes érdekek a fontosak, hogy milyen pozíciót nyerünk meg, nem az a fontos, hogy most ebből mit nyer a közösség. És ezzel a gondolkodásmóddal ide e, látszik, hogy vezetnek az utak, hogy nem az számít, hogy a közösség mit nyer, hanem az számít, hogy az az RMDS vezető ne érjen el jó eredményt, hogyha leváltjuk, akkor ne ő tudjon büszkélkedni azzal, hogy sikerült ezt megvalósítani. A fejlődés csak együtt sikerülhet, akkor, ha a Maros-megyei románok és magyarok egy irányba húzzák a szekret. ezt nem én mondom, hanem ön mondta múlt van. szerdán. Nekem úgy tűnik, hogy a, hogy a másik fél, itt említette az imént Csiprián Dobré prefektusurat, ő, ő, ő mintha nem nem az együttműködés, nem a béke pártján lenne, vagy szavakban biztos, hogy nem ott van. Tehát én legalábbis nagyon csodálkozom, mert elég rég ismerjük egymást, ugye bár én 24 éve most már közigazgatási tisztségben vagyok, és még több ideje, hogy a politikában jelen vagyok. Ő is nagyon rég, én őt ismertem még prefektus idejéből, meg utána megyei tanács elnök idejéből. Mondhatom azt, hogy egy természetesen normális viszony volt közöttünk, és sosem gondoltam, hogy most ennyire kitör, hogy összefogjunk a magyarok ellen, összefogjunk az RMDS ellen. Nem értem ezt a politikát, nem értem ezt a logikát de elsősorban. Most szavaiban ezt, ezt látjuk, de hogy a tetteiben is ez van egyébként? Nem mondhatom, nem mondhatom azt, hogy, ő most a megyei tanács határozatai ellen, vagy a, a, megye lépései ellen ő most különösebb dolgot tesz, úgy, ahogy tesz Marosvásárhelyi határozatok ellen. Ezt nem mondhatom, hogy olyan ez megtörténik a megyével. Viszont látjuk azt, hogy megtesz mindent, és nem számít, hogy kivel, bárkivel összeáll, csak azért, hogy közös jelölt legyen. Ne felejtsük el, hogy 2012-ben jó hogy lett megyei tanács elnök. A Zuszeli időben, ugyanígy egy ilyen nagy összefogás által, mikor sikerült legyőzni a Lokodi Editemőkét. Emlékezzünk csak vissza egy picit, hogy minden idők legtöbb szavazatát sikerült megszerezni akkor az elnökasszonynak, de úgysem tudta a nagy összefogást legyőzni, mert egy olyan precedens volt, és egy olyan mondhatjuk azt, hogy egy olyan erőt adott ez az egységes jelölt, hogy akkora lett az összefogás, hogy egyszerűen nem lehetett legyőzni őt. Ő gondolom, hogy abból tanult, hogy ezelőtt 8 év, nem 12 évvel sikerült így nyerni, és ő szeretne újrázni, ha nem is ő személyesen, de a pártjával szeretne újrázni, ugyanígy, hogy egy ilyen nagy összefogással legyőzni az RMDS jelöltjeit, legyőzni a magyarokat. Én, én ezt nem értem, hogy, hogy ez miért kell, mert azért sokat változtak az idők. Tehát azért ne felejtsük el, hogy 89-90-től erre azért eltelt több mint három évtized. Azért ma már én úgy gondolom, hogy az emberek teljesen más színvonalat képviselnek, és másképp látják a dolgokat, másképp látják az itt együttlétet. Azt sem felejtsük el, hogy ma Marosvásárhelyen, Maros megyében én szerintem lehet 15-20%-os akár, aki vegyes házasságban él. Mindkét, mindkét, fél képviselve van ezekben a családokban. Tehát ma, hogy egymás ellen uszítsuk, hogy gyertek fogjunk össze csak azért, hogy verjük le a másikat, nem értem ezt a politikát, nem is fogom. Bízom abban, hogy azok, akik kell, hogy döntsenek rajta kívül, azok sokkal, sokkal okosabbak lesznek, és megértik azt, hogy ma már ezek az idők elmúltak, nem kell visszatérjünk mi 31 néhány évvel ezelőtti időszakra, hanem mi úgy kell gondolkozzunk, hogy a következő négy évben mit tudunk tenni a Maros megyeiekért, azért, hogy egy olyan Maros megyét tudjunk létesíteni, ahol szívesen megmaradnak a fiataljaink, ott, ahol szívesen családot alapítanak, és ott, ahol megtalálja a helyét fiataltól idősig mindenki. Miért ja, szó lesz erről is, mint a Lokodi Edith tehát arra a választás, amikor Lokodi Edi elveszítette a tanácselnöki tisztséget, azt azért hozzá kell tennünk, hogy akkor volt egy magyar ellenjelölt Bíró Zsolt személyében, aki sem tudom, nem emlékszem, hogy hány szavazatot vitt el, de a 20 ezer körül volt talán. Sok szavazatot elvitt, de annyit tudok, nem. hogy úgy se tudtuk volna. Tehát ha az összes szavazata átjön az elnök asszonyhoz akkor se tudtuk volna megnyerni, tehát annál is több volt a, a különbség, viszont Ma már ugye nem áll fenn ez, legalábbis nem látom ma azt a lehetőséget, hogy ugyanúgy legyen egy magyar ellenjelölt, legalábbis azt ígérték, hogy nem lesz, nem történhet meg ilyen, viszont azt is, azt sem szabad elfelejtsük, hogy azóta mennyit fogyott a magyar lakosság aránya, tehát csak ha visszaszámoljuk, ezelőtt négy évvel még ilyen 35-36 ba gondolkodtunk most már a népszámlálási adatok ilyen 32-33-at mutatnak, tehát az sem, arra is kell, tehát figyelembe kell vegyük azt is, hogy sajnos a magyar lakosság száma is egyre jobban csökken, és az arányok is csökkennek, tehát így kell felvenni ezt a harcot. Azt mondtam, hogy a mostani választás 10 évre fogja meghatározni a sorsunkat. Így igaz. Tehát két fontos szempontot említenék, meg többről is beszélhetnénk, de arra szerintem ma nem lesz idő. Az egyik a, a fejlesztési programok. A fejlesztési programok ugye nem tartják be a választási ciklusokat az sokkal hosszabb kifutásúak, tehát azt mondhatjuk, hogy ma azok a pályázatok, amik le lesznek téve, vagy le vannak már téve, és most kell még megítéljék szerződéskötni kötni, és ezeket be is fejezni, ezek sokkal hosszabb távúak, mint egy választási ciklus. Ez az egyik. A másik dolog, amit nagyon fontos, ugye keveset beszélünk róla, ne felejtsük el, hogy nagyon sok helyen beharangozták, hogy lesz egy új regionális felosztás. Ez az regionális felosztás pedig az elkövetkező időszakban megtörténik. Nem mindegy, hogy az RMDS-nek, vagy pedig a megyei tanács elnöknek, vagy akár a polgármestereknek milyen erejük lesz, mit fognak képviselni ebben a, ebben a történetben. Tehát, hogyha mi nem leszünk ott, és teljesen nélkülünk fogják ezeket a dolgokat eldönteni, akkor el lehet képzelni, hogy milyen ö, választási lehetőségek elé állítanak. Hát azt mondja, én, hogy ha a Maros Megyei tanák. Maros megye élén nem, nem, magyar ember fog állni, hanem, hanem, egy a gondolkodásában inkább nemzeti, mint sem liberális, vagy, vagy nem egy demokrata politikus, akkor, akkor bajban lesz a Maros megyei magyarság? Bajban lehet. Szerintem bajban lehet. Országos szinten is nagyon fontos. Tehát arról se feledkezzünk meg, hogy mennyire fontos szerepünk lesz úgy az Európai Parlamentben, úgy a Romániai Parlamentben, hogy milyen erőt fogunk képviselni, tárgyaló felek leszünk-e, vagy pedig hátulról, hátsó sorból nézzük, hogy mi történik -e majd a színpadon, és ugyanúgy nagyon fontos számunkra az is, hogy itt vannak ezek a testületek, mind a megyei elnökök testülete, vagy a polgármesterek testülete, nem mindegy, hogy ott is milyen erőt képviselünk. Milyen javaslatokkal tudunk jönni, mit tudunk letenni az asztalra ezeknek a kérdéseknek az eldöntésében. Tehát számomra fontos, hogy minden egyes tisztséget, amit le meg lehet szerezni, meg kell, hogy szerezzük, mert annál nagyobb erővel tudunk fellépni, annál jobban tudjuk képviselni a közösségünket, a székelyföldi az erdélyi magyarságot, és ha megvan a megfelelő erőnk egész biztos, hogy tudjuk úgy alakítani a sorsunkat, hogy ne történjen meg. Mert egy nagyon jó példa, ugye Szlovákia ott is, mikor a területi átrendezést megszervezték, attól a pillanattól nem volt magyar képviselője többet Szlovákiának. Tehát nem szeretnénk abba a helyzetbe kerülni, mint Szlovákia, és ezért is fontosnak tartom, hogy mindenki, aki csak teheti, mozgósítson és menjen el a, a, a választásokra, menjen szavazzon, mert számunkra nagyon fontos, és nem csak az elkövetkező ciklus, hanem az elkövetkező évtized, amit egész biztos, hogy befolyásol a mostani választás. A településeket járva, mit tapasztal a, a választópolgárok, mennyire vannak ráhangolódva a szuperválasztási évre? Tehát érzik már a választásoknak a, a tétjét, a súlyát, vagy hogy úgy vannak, hogy hát négy évente vannak, ott lesz, aki lesz, az én településemen egyébként is csak egy van, jó lesz így. Hát pontosan, amitől tartunk a közömbösség, ugyebár, és nem csak nálunk, tehát nem csak a, a, azokon a településeken, ahol esetleg RMDS-es polgármester van, hanem ez egy ilyen általános országos szintű közömbösség szerintem, és Én ez lehet, az egy... hogy a országos szinten egyenlő arányban közömbösek a románok és a magyarok, akkor, akkor talán még, még nincs akkora veszély, mintha megtörténik az, amit, amit revesgetnek, hogy az AUR, illetve a szociáldemokrata párt és a nemzetliberális párt közötti összefogás, illetve a két választásnak az összevonása, annak lesz egy felhajtó ereje a románok körében. Nekünk, ami fontos, hogy mindig nagyobb arányba kell, hogy elmenjünk, mint a többiek. Tehát nekünk ez a legfontosabb. Ahhoz, hogy meglegyen az 5%-unk az európai parlamenti választásokon, és ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el a helyhatósági választáson, vagy majd a parlamenti választáson, kötelező módon nagyobb arányba kell elmenjünk, mint a. a de, de mi, lesz, mi lesz Maros megyében, ha ez nem történik meg, ha nem mennek el, és nem, nem Péter Ferenc fogja vezetni a megyét? Mert ezelőtt négy évvel innovációs központot, terelőutat, kerékpárutat ígértek, ezek még nincsenek meg. Sok minden nincsen meg, de emellett ne felejtsük el, hogy olyan projektek vannak elkezdve, mint a nyárádmenti ívóvíz, vagy a mezőségi ivóvíz, amit be kell fejezni. Ne, ne felejtsük azt sem el, hogy itt van a tüdőklinikának, aminek aláírtam most már a szerződését, de azokat a munkálatokat mind be, be kell fejezni. Ott vannak a nagy utas projektjeink, amiket most kezdünk el, Marosvásárhely, Szentkirály, Mezőbán, amit szintén be kellene fejezni, ugyanúgy a nyárátő Ákosfalva szintén be kellene fejezni, a Nagyernye, Szováta útszakaszt megint be kellene fejezni, ott most adjuk le a pályázatot, de ott már kész vannak a kivitelezési tervek is. Tehát rengeteg olyan pályázat van, Mikházán a park, rengeteg olyan pályázat van, amivel amit elkezdtünk, és ezeket mind be kellene fejezni. És azt mondja ő, hogy ha más kerül oda, akkor ezek, ezek veszélybe kerülnek? Egy egyszerű példa, a Transzilvánia motoring. Lokodi Edith elkezdte, négy évig stagnált, kellett jöjjek én, hogy befejezzem. És ilyen példát még lehetne mondani többet is. És ugyanoda térek vissza, hogy azt vettük észre legalábbis az alatt a négy év alatt, hogy nagyon sok projekt stagnált. És egyszerűen nem foglalkoztak vele. Tehát attól, hogy leadtunk egy pályázatot, megírtunk egy dokumentációt, az még nem azt jelenti, hogy megvalósult a projekt. Azt végigkövetni kell. Azt attól a pillanattól, hogy leadtad, addig, amíg aláírod a szerződéseket, a szerződés aláírás után amíg a vállalkozó végigviszi a teljes folyamatot a műszaki ellenőrökkel való kapcsolattartás, eh, ahhoz, hogy megfelelő minőségben legyen átadva az a munkálat. Az utolsó percig a finanszírozás biztosítani, a, ezeket a finanszírozásokat ugyebár előfinanszírozni, utána Bukarestből visszaszerezni ezeket a pénzeket. Tehát ez egy olyan folyamat, hogyha valaki nem áll mögé és nem tekinti saját maga ügyének, akkor Soha nem lesz semmi belőle, és várhatunk megint egy négy évet, hogy majd talán akkor sikerül. És olyan dolgokba ütköztünk bele, akár a repülőtéren, akár a kórházaknál, ahol egyszerűen nem voltak foglalkozva a dolgokkal. És utána pontra tettük, most pedig úgymond síkra tettük, hogy, hogy igenis elindultak ezek a pályázatok, és úgy érzem, hogy felelősséggel tartozunk ezekkel a munkálatokkal és ezekkel a pályázatokkal, hogy ezt vigyük is végre, fejezzük be. A repülőtéren is ott van ugye az a hatalmas beruházás, amit be kell fejezni. A, ahogy mondtam, a kórházaknál is négy nagy projektünk van leadva erre, most egyre már van szerződés, de a másik az csak folyamatban van. Tehát olyan munkálatokat kezdtünk el, és olyan dolgokat indítottunk el, amit kötelező módon kell tovább vigyünk ahhoz, hogy garancia legyen, hogy ezek be is lesznek fejezve. Június 9-én nem csak önkormányzati, nem csak helyhatósági választásokat tartanak, hanem európai parlamenti választásokat is. Péter Ferencet nagy valószínűséggel mindenki településen ismerik, megfordult, jártott van Vince Lohrán, ott van Winkler Gyula, akik jóval messzebb vannak, jóval távolabb vannak, nem ismerik annyira az emberek őket, de hogy azt hangsúlyozzák a helyi politikusok, hogy nagyon-nagyon fontos az Európai Uniós jelenlét, az Európai Uniós pályázatok megnyerése a pénz. Mi lenne Maros megyével, ha nem lett volna a brüsszeli pénz? Hát szerintem azoknak a munkálatoknak és azoknak a fejlesztéseknek csak parányi részét sikerült volna megszerezni, vagy elvégezni, amit pillanatnyilag sikerült. Hogyha csak az elmúlt időszakot nézem, és a pályázatok szempontjából, ott van a kükülő mentén, nyárát tőtől egész Dicső Szent Mártonig, 30 millió euró azon az oldalon, szintén lent a nagy Küküllő mentén, Segesvár, Szent Ágota között, szintén egy több mint 20 millió euró. Tehát, hogyha csak ezeket, a repülőtéren való fejlesztés, ami szintén 30 millió euró. Tehát csak így, ha a kórházfejlesztéseknél a, a kettes poliklinikának a, a berendezései, az oxigénterápiás modul elkészítése az, az urológiai klinikán. Tehát, hogyha így sorolom ezeket a pályázatokat, amik voltak eddig, csak arról beszélek, amik voltak eddig, hogy milyen összegekre rúgnak fel ezek, ha nem lettek volna, akkor mit teszünk? De, tehát a fejlesztéseknek csak parányi része lett volna kész. És hogyha tovább is számítom azt, hogy ebben a pillanatban 27 Európai Uniós pályázata van, a, amivel dolgozik a megye. Tehát továbbra is ugyanaz a garancia, hogy folytassuk és legyen meg. Tudjuk azt is, hogy az Európai Unióval és az Európai Uniós döntésekkel sokszor nem értünk egyet, sokszor nagyon mérgesek vagyunk, de szerintem nem az Unióval van a gond, az Uniónak a vezetőivel van a gond, amikor olyan dolgokat próbálnak ránk ami egyáltalán nem, nem kedvező számunkra, és főleg a keleti országok számára, viszont ahhoz, hogy bele tudjunk szólni ezekbe, és bele tudjunk szólni a kérdésekbe, hogy hogy egyáltalán milyen politikai irányvonalakat tart majd Brüsszel fontosnak, vagy milyen pályázati lehetőségeink lesznek, vagy ott van egy másik nagyon fontos dolog. Mennyi lesz az a támogatás a mezőgazdaságban dolgozó embereknek, ahol mondhatjuk azt, hogy Maros megyében is több tízezer ember, több tízezer vállalkozás él ezekből a pénzekből. Mennyi lesz a hektáronkénti támogatás ezekre a területekre? Hogyha mindebbe bele akarunk szólni, akkor egy nagyon erős képviseletünk kell legyen Európában is, és itt az országban is. Tehát ahogy szoktuk fogalmazni, hogy legyen erős hangunk Brüsszelben, és legyen erőnk itt Erdélyben és Romániában, ehhez szükséges a minél nagyobb jelenlét. És én remélem azt, hogy Vince Lorántot elég jól ismerik Marosvásárhelyen és a megyében. Winkler Gyuráról is sokat hallottak. Én bízom abban, hogy egy közös kampányjal sikerül az embereket megszólítani, és sikerül meggyőzni, hogy igenis szavazni kell. Legyen ez a zárszónk, Péter Ferenc, a Maros megyei tanács Köszönöm, hogy itt volt a stúdiónkban és válaszolt a kérdéseimre. Én köszönöm a lehetőséget, szép estét kívánok mindenkinek és jó egészséget. Ehhez csatlakozom én is, tisztelt nézőim, holnap este 8 órától ismét várjuk önöket itt a 24 pluszban. Jakab Orsai, a kolléganőm várja önöket, legyen szép estéjük. Viszontlátásra!